Mai vendégünk Szentesiné Nánási Tünde, a Karcagi Arany János Általános Iskola intézményvezetője. Köszöntöm igazgatónőt, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a dévénézőket. A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést vezetett be, első közt szerepelt a digitális oktatásnak az elindítása. Hogyan valósult meg ez az önök intézményében? Így van, 2020. március 16-ától a kormány bejelentése után a digitális munkarend váltotta föl az oktatás színterét minden általános iskolában, így a Karcagi Arany János Általános Iskolában is. Azt gondolom, hogy az első pillanatban hirtelen jött, ha kicsit számítottuk is arra, hogy meg fog változni a közeljövőben az oktatási rend, az a hétvége az emlékezetes marad mindenki számára, hiszen az intézmény vezetőknek ezen a hétvégén, 16-át megelőző hétvégén mindenképpen fel kellett készülni és egy stratégiát kialakítani a következő időszakra. Így tettünk mi is, és azon a bizonyos március 15-i hétvége nem csak nemzeti ünnepünk miatt vált számunkra emlékezetessé, hanem azért is, mert ezen a hétvégén az intézményvezető helyettesemmel és a Karcagi Tankerületi Központ iránymutatása, szakmai támogatása mellett átbeszéltük, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg, és milyen lehetőségekkel tudunk mi élni a Karcagi Arany János Iskola vonatkozásában. Nagyon fontos volt az, hogy ebben a kialakult új helyzetben olyan stratégiát dolgozzunk ki, amellyel a mi tanulóinknak a családja a háttérben meg tud birkózni. A március 16-án a biztonsági előírásokat figyelembe véve a nevelőtestület összeült és átbeszélte, hogy milyen platformokon, milyen formában folytatjuk tovább az oktatást, és elsősorban egy gyors előkészítő munkálatot végeztünk el, felmértük személyes, illetve telefonos megkeresés útján a családok részéről, hogy milyen digitális kompetenciával rendelkeznek, mi áll otthon rendelkezésre. Sajnos kiderült, hogy a családok többsége kizárólag okostelefonnal rendelkezik, vannak családok, akik ezzel sem, illetve az okostelefon használatában is mutattak némi, hiányosságot, így van, tehát világossá vált számunkra, hogy a mi esetünkben ez nehezíti a fennálló helyzetet. Az osztályfőnökök ennek kapcsán úgy gondoltuk, hogy messenger csoportokat mindenképpen a közösségi média felületén meg kell alkotnunk. Zárt csoportokat alkottak az osztályfőnökök, a vezetőik ezeknek a csoportoknak, és elsősorban az első körben az információk ezen keresztül áramoltak a szülők felé. Természetesen azon a bizonyos hétvégén és a következő napokban is rendszeresen tájékoztattam intézményvezetőként a tanulói közösségünket és a szülőket. És aztán, amikor ezek az előkészületi munkálatok megtörténtek, akkor végül is megállapítottuk, hogy iskolánk tanulói számára egyelőre a leghatékonyabb módszer, ha a általánosan használt közösségi média felületeken kívül analóg módon kapják meg a feladatokat. Így ráálltunk egy rendszerre, ami most már így 6. hete egészen jól működik. Hetente egy alkalommal veszik át szigorú intézkedések mellett a hozzátartozók az anyagokat, és hozzák a leadott vagy az elkészített feladatokat. Egyelőre azt gondolom, hogy ilyen formában jól működünk. Természetesen nincsen kizárva a digitális oktatás intézményünkben sem. Van egy olyan osztályunk, aki kizárólag digitális platformon keresztül tanul, viszont a többsége valóban analóg módon hozzák viszik a feladatokat. A szülők mennyire tudnak partnerei lenni a pedagógusoknak egy ilyen helyzetben, hiszen azért rájuk is nagy terhet ró most jelen pillanatban, mert talán ők a pedagógusai a gyerekeknek ilyenkor. Hát igen, megváltozott szerepkör hárult a szülők részére is, és hát nekünk is, hiszen fel kellett készítenünk a szülőket, és folyamatosan tesszük most is arra, hogy a lehető leghatékonyabb módon segítse a tanulóit, vagy a saját gyermekeiket.
Nagyon együttműködőek. Az első két hétben több beszélgetés, levélváltás, telefonos beszélgetés után ők is megértették azt, hogy ebben most nagyon kiemelt felelősséggel tartoznak gyermekeik és az iskola felé is. És a szülők és a pedagógusaim egy nagyon jó kapcsolattartási formát dolgoztak ki. Azt hiszem, most már elmondhatom, hogy minden szülő felelősség teljesen igyekszik a ki osztott feladatokat megoldatni saját gyermekével. Hát nagy dolog ez részükről a mindennapi munka és az otthoni családi teendők mellett. A kötelezőn túl milyen multimédiás felületeket használnak a pedagógusok, illetve a gyerekek, amelyek ajánlott nyilván azon túl, amit kötelezően el kell végezniük? Így van, tehát használjuk, mint említettem, a Messenger, a YouTube, a Skype alkalmazásokat. Ezen kívül a Redmenta, mint digitális platform, illetve a Sutori prezentációknak az alkalmazását is használjuk és küldjük a gyermekeknek. Az okostelefonokat egyébként tudják kezelni a szülők is és a gyermekek is. Most meg kellett tanulniuk, hogy szelektáljanak azon felületek és azoknak az alkalmazásában, amik támogatják az iskolai tanulást. Igazgatónő, hogy látja a veszélyhelyzet elmúltával, ha visszatér minden a régi kerékvágásba? Milyen pozitív hozadéka lesz ennek a mostani helyzetnek? Nagyon bízunk benne, hogy hamarosan rendeződik az országunk és a világ helyzete a vírus vészhelyzet fennállása kapcsán. Bízunk abban, hogy minél hamarabb visszáll a rend, hiszen ez a normális kerékvágás, ami ugye március 16-áig folyt. Nagy teher ez nem csak a pedagógusoknak, szülőknek, a gyerekeknek is. Nagyon hiányoznak az osztálytársak, a barátok, tehát a közösség. Bízunk benne, hogy ennek a vészhelyzetnek talán az a pozitív hozadéka, hogy megérezték a gyerekek, hogy mennyire fontos az iskola jelenléte a mindennapokban, a barátok, az osztálytársak, a pedagógusok jelenléte az ő életükben, és én azt látom, hogy a szülők is talán jobban rálátnak arra, hogy milyen az iskolában folyó nevelő-oktató munka, és hogy mennyire fontos ennek a támogatása. Úgyhogy ezeknek a pozitív hozadékai talán abban látom, hogy a szülők együttműködőbbek, talán ez a helyzet összefűzte a pedagógusokat a családokkal. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ennek van közösségi pozitív hozadéka. Igazgatónő, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen én is a meghívást.